életében azt, hogy kell. Igen. Ki mondta? Az anyja? Igen. Uh-huh. Hát meg nagymami. Meg nagymami. Kell, muszáj? Igen. Uh-huh. Muszáj, az egy erőszak. A kell is. Hogyne? Kell is. Édesanyja megoldotta a konfliktusait, vagy sokszor kimenekült belőle? Én úgy érzem, hogy nem. Volt a családunkban egy ilyen megfoghatatlan fogalom, amit mi úgy hívtunk, hogy tapintat. Tapintatból nem közöljük nagypapival, hogy... Tapintat? Igen, hát ez nyilván áll tapintat, persze, természetesen. És emiatt szerintem olyan 13-14 éves koromig megtanultam ilyen szépen hazudni, szépen és simulékonyan és gördülékenyen hazudni. Intelligensen. Abszolút kitűnő voltam, meg minden, és ugye a rózsaszín kis csokornyakkendő épp, hogy nem volt a nyakamon. És aztán 14-15 körül egyszer csak beváltottam egy ilyen baromi keménybe, mert tele voltam kellekkel, mert tele voltam tapintattal, de nem bírtam tovább. Nem bírtam tovább. Robbant egyet. Igen. Hát aki nagyon sok mindenről nem vesz tudomást, az általában robban és erdőlőkorban robbannak. Ön milyen mintát mutat valójában a gyerekének? Hiteles? Hitelesnek hiteles. Miben? Ha éppen félek, akkor kimutatom. Ebben sok problémám van egyébként, mert van egy ilyen kényszerképzet a fejemben, hogy milyennek kellene lennem, mint anya, biztonságot adónak, tehát, hogy kimutathatom-e, hogy éppen félek, vagy nem tudom. Ki? És ebből a szempontból azt hiszem hiteles vagyok, tehát, hogyha félek, kimutatom. Ha valamit nem tudok, akkor azt mondom, hogy nem tudom. Igen, és például be tudom előtte vállalni azt, hogyha sírva fakadok. Nem szívesen teszem előtte, mert nem szeretem, hogy látja, de csak azért nem fogok elmenni a WC-be, mert sírok, tehát ilyet nem teszek. Úgyhogy abból a szempontból igen, hiteles. Ha sűrűn ismétlődik, akkor ez baj lehet, mert a gyerek elkezdheti játszani a felnőttet, a férfit. Uh-huh. Erre vigyázok, hogy nem. És ezt úgy oldjuk meg, ez nagyon érdekes, hogy mindig elmondom neki, hogy mert van úgy, hogy attól sírok, mert jól érzem magam, vagy boldog vagyok, vagy csak magamhoz szorítom, és ilyen is van. Uh-huh. És ezt úgy oldjuk meg, hogy elmondom neki egyből. Tehát, hogy neki kelljen kitalálni, hogy jaj, lehet, hogy ő csinált valami bajt, vagy uh-huh. megoldani, hanem egyből elmondom neki, hogy... Következetesség ja. működik? Igen, úgy érzem. Rapszódikus vagyok, tehát valamilyen szinten rapszódikus vagyok, de olyan, mint hogyha két funkció azért szétválna. Amikor a játszópajtásra vagyok, akkor vagyok rapszódikus, amikor pedig a szülője vagyok, akkor meg ilyen következetes. Jó dolgokat mond. Jó dolgokat mond. Nem értem, hogy nagyon sok mindent tud. Nézzük azt, hogy amit tud, és a gyakorlat, mivel gyakorlat teszi a mestert, azt mondják, ennek az átvitele hány százalékos? 20. Gyakorlatban való átvitel 20%. Potenciális energia hány százalék? Amit ebbe beleviszek? Nem. Vagy úgy ami át... lenne. Ami lenne? Tegye fel még egyszer, nem értem. Ami lenne, ami van, ami mint van. Energia. Ami nekem belül rendelkezésre áll, uh-huh. az jó sok. Van kakaó. Van kakaó. Tehát van kakaó, abból beletesz 20-at. Na most ebből, hogyha belerakok az életemben mondjuk 20%-nyi energiát, megmarad 80, hogy lehetek 80-as csaj? Hát esetleg hazudom. Igaza van. Na akkor még egyszer. 0-tól 100-ig terjedő skálán milyen csajnak vallja magán? De most, hogyha még egyszer sumákkal felállít. Akkor itt arra térde példát? Csak mindenki foglalkozik egy olyan emberrel, aki sumákkal. Hát mert lehet, hogy azért sumákkal, hogy figyelmet kérjem. Mondja ki. 50. Nem alkuszom tovább. Én nem akarok alkudni, én adnék önnek egy 35-öt. Jój! Biztató. Milyen mert maga is tudja. Az 50 az még egy átlagot jelent. Most el fogjuk
vágni az egészet. Várjon, mit kiváltok komolyban. Nem az, tudja, van egy intelligens, okos ember, elég okosan bánja el saját magát. Olyan ellentmondásokat mondott ez a nagyon kevés időben. Képzelje el, hogy ezekkel az ellentmondásokkal élek együtt. Nagyon nehéz. Ez baromi sok energiát viszel. Rengeteget. Én mondom, azért, például azért kerestem a kapcsolatot magával. Például, mert akarok dolgozni ezeknek a feloldásán. Ez egy hosszú folyamat. Igen. De nézzük csak. A hazugságok rettenetesen sok energiát visznek el. Igen. Mi lenne, hogyha megoldásként azt tudnám önnek felajánlani, ami egy hosszmetszeti probléma és megoldás is? Hazugságok befejezése. Megígér, hogy nem fog bántani? Ha igazat mondok. Miért bántanám? Ha őszinte? Mert hogy ez a játszma magja. Nem kérnék a bőréből. Nem adnék. Tudja, hozza az okos, intelligens emberek egy adott csoportját. Összefoglalva úgy mondanám, hogy a fától nem meri meglátni az erdőt. És nem csak, hogy nem meri, hanem ő még tudja is, hogy nem meri. És ezt tudja, ennek a következménye. Pokol. A poklok pokla. Igen. Jó volt beszélni egy okoskodó emberrel. Nagyon szépen köszönöm, erre ennyi. A felvállalása a dolgainknak, különösen egy adott szintű értelemmel vagyunk ellátva. Nehéz. Bonyolultnak hiszük a dolgokat, de valójában egyszerű. Rettenetesen sok energiát pocsékol a hazugságai következményeinek az ellensúlyozására. Az ő ügye. És ön bevállalja hasonló szinten? Igen vagy nem? Amire viszont nem kaptam választ, az az, hogy igen, tudok róla, hogy maszkok mögött élek, de hogy hogyan tudok élni a maszkok mögül, erre nem kaptam választ. És aki holnap jön, a depressziós nő, akinek egyre gyakoribbá váltak a dükitörései. Pasi. Pasi. Pasi nem volt. Nem volt. Nem. Ha ön is szívesen jelentkezne a műsorba, hogy problémájáról dr. Csernussal beszéljen, hívja a 061-413-0873-as telefonszámot. Ne vállalja? Igen vagy nem?